Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. A mai videóban nem egy felújítható készülékkel, nem egy óriási gőzmennyiséget képző kazánnal, nem egy hipermoddal fogunk megismerkedni. Vannak azok az emberek, akiknek mondjuk ez a készülék nem is picit, hanem nagyon nagy. És gőzt sem akarnak mondjuk ekkorát vagy nagyobbat. Most szoktak le a cigiről, esetleg hölgyek. Esetleg szórakozó helyen szeretnék használni, nem feltűnően. Esetleg nem is szívtak annyit, hogy nekik ilyen készülékre legyen szükségük, nem szeretnének akkumulátorokat töltögetni, akkumulátortöltőt venni egy elektronikus vagy egy mehamodot. Ők csak azt szeretnék, hogyha lenne valami, ami kiváltja nekik az e-cigarettázást, vagy bocsánat, a cigarettázást, lehetőleg ugyanakkor a méretben, mint a hagyományos cigarettájuk volt, és megadni nekik ezt a mozdulatot, mert ez rögződött be nekik. Nos, van nekik egy jópofa kis készülék, ez pedig nem más, mint az Eleaf-nek az iKiss nevű készüléke. Nálam jár a készülék automata kapcsolóval, manuális kapcsolóval, illetve ez a Kissbox is nálam járt, amivel egyszerűen tudjuk tölteni menet közben a kis ketyerénket. Nézzük meg, hogy kell egy ilyet beüzemelni abszolút kezdők számára, és miután beüzemeltük, megnézzük, hogy mit nyújt nekünk egy ilyen kis újamnyi készülék. Lássuk! Róla lenne tehát szó, illetve, hogy egész pontosak legyünk erről így. Félre rakom, és szépen nézzük meg sorjában, hogy mi az, ami különbözik az egyiknél a másiktól. Ez az első készlet tartalma. Amint látjuk, ezen nincsen kapcsoló, ez a vákumkapcsolós játékosunk, ehhez is jár természetesen egy töltő, ez a kihúzom és úgy marad, illetve visszaengedem, és akkor így elfér a zsebembe. Ami a töltőről még tudható, szépen ezt kihúzom, beledugom a megfelelő csatlakozóba, és egy ilyen mágneses érintkezővel már tölti is, és így természetesen pass-through üzemmódban is tudjuk majd használni a készüléket, tehát hogyha lemerült, akkor így töltés közben is tudjuk szívni. Én ezt most leveszem róla, a töltőt félreteszem. Mit lehet tudni a készülékről? Ez a készülék egészen hasonlatos méretű, tehát ez az a hagyományosan megszokott cigaretta forma, ez 9,2 mm széles, 122 mm hosszú. A súlya az 18 g, úgyhogy ez az elveszthető kategória nálam olyan pici vékony, hogy egyszerűen arra kell figyelni, hogy el ne hagyja az ember. Amit fontos róla tudni, hogy stabilizált az akkumulátor, tehát az elsőtől az utolsó slukkig ugyanazt azt az élményt hozza nekünk, illetve hát, amit az előbb mondtam, pass-through üzemmódban is használható, illetve, ugye az aksiról még nem mondtam el, ez az akkumulátor külön, és akkor itt már szedjük is szét, ez az akkumulátor, ez egy 220 mAh kis akkumulátor, ez körülbelül olyan 120-140 slukra elegendő, tehát mindenki ezt vegye figyelembe, akinek ilyen tetszik, vagy ezt venne, úgy gondolom az nem az a láncdohányos kategória, nekik ez bőven elég lehet. Azt kell róla még tudni, hogy ezt ahogy kivettük a blisterből, a dobozból, egyből használni tudjuk, nem szükséges formázgatni, és annyit kell még tudni róla, hogy amikor szívjuk,
ugye ez pont a vákumkapcsolós, akkor itt a végén egy kis kék LED fog nekünk, mint a parázs, világítani. A szívása az kicsit eltér a hagyományostól, de azt majd a távoli videónál megnézzük. Tehát ez volt maga az aksi. A következő rész, az szét is tekerem, az így egyben lenne, ha mi szét nem szednénk, de szétszedjük. Itt van a kazánunk, mindjárt megmutatom közelebbről, hát ha fókusz. Tehát itt van a mi kis kazánkánk, aminek a cseréje ilyen egyszerű. Ezt kivesszük, kidobjuk, egy ugyanilyen kazánt veszünk, hogyha gyengült a gőz, vagy nem olyan az íze, és ide visszahelyezzük. Ha ezzel megvagyunk, akkor ezt a kis palástot rátekerjük. És kész is vagyunk a felújítással. Egyébként ugye itt a csatlakozó része, és itt levegőzik. Ezt egy picit megigazítjuk. Úgyni. Amit láthatunk, az már a felső részen mutatom. Ez tehát a felső rész. Ezt a szipkát fogjuk a szánkban szívni, és itt fog a gőz eljutni a középső csövön keresztül a szánkba. A folyadékot pedig a cső és a itt a fönti fém palást között belülre kell csorgatnunk. Mindjárt meg is mutatom, én javaslom, hogy egy ilyenhez mindig legyen az embernél tűs flaska nálam, nincsen most ilyen flaska, viszont van nálam fecskendő, amin meg is tudjuk nézni akkor, hogy mennyi fér bele. Most, jelen pillanatban 1,5 milliliter van benne, én ezt ide betámasztom, ahogy mondtam, és szépen elkezdem csorgatni bele a likvidet. Azt mondom, ne töltsük túl tele. Megnézzük, mennyi marad benne. ml, az azt jelenti, hogy 0,7 milliliter körülbelül, 7-8, ami még gond nélkül belefér. Hogyha ezzel a töltéssel megvagyunk, akkor így fejjel lefele tartva szépen rátekerjük a kazánunkra. Ha ezzel végeztünk, akkor mivel új kazán van benne, fejjel lefelé állítjuk, hagyjuk, hogy a folyadék lecsorogjon. Ott látjuk is, hogy helyet cserél a levegő és a folyadék. Ha megdöntjük, akkor egy kicsit könnyebben folyik le. Úgyni. És így állítva pihentetjük. Azt is megtehetjük, hogy ezzel összetekerjük. Arra figyeljünk, hogy ezt teljesen jól össze kell tekerni, mert egyébként nem fog normálisan érintkezni, és a vákumkapcsoló sem tud úgy működni, ahogy kéne. Amíg ez pihen, addig megnézzük a másik blisternek a tartalmát, amit egyszerűen ki kéne tudni bontani, de természetesen én szenvedek vele. Ez annyiban különbözik csak az előzőtől, hogy itt van egy gomb, és amikor a gombot megnyomjuk, akkor izzít csak. Egy, kettő, három, négy, öt. Ötször megnyomjuk, és a zsebzár funkció aktiválva van, hiába nyomom meg, nem izzít. Ezt le is tekerem addig róla egy picit. Egy, kettő, három, négy, öt.
bekapcsolt, és innentől kezdve, ahogy ezt nyomjuk, úgy izzít. Ezt is meg fogjuk majd nézni, hogy hogy működik, milyen technikával kell egy ilyet szívni. A következő, az ami nem szerves része a készletnek, ez a kiss box lenne. Aki esetleg útközben szeretné tölteni a készülékét, az ezzel a ketyerével tudja megtenni. Amit kell róla tudni, hogy ki is bontom a csörgő-zörgő zacskójából. Ez egy 1700 mAh-órás lítium akkumulátor, amit egy mikro USB-vel tudunk tölteni. Ez is a készlet részét képezi. Hogyha ezt ide bedugjuk, és a másik végére rádugok egy aksi töltőt, akkor tölti a készletünket, itt látszik is. Ez most teljesen fel van töltve, ahogy ez a 5 kis kék LED mutatja. Hogyha tölteni szeretnénk a cigarettánkat, akkor nincs más dolgunk, ezt leveszem róla. Ezt mindig magunknál tartjuk, és hogyha esetleg lemerült a cigink, akkor mint egy nagy öngyújtót itt a tetején ezt hátrahajtjuk, és ebbe a lyukba itt, nem tudom mennyire látszik, remélem így igen, fogjuk a készülékünket, és beletoljuk. Ennyi a dolgunk, visszazárjuk, és itt már látjuk is, itt ugye ez az állapotjelzője magának az aksinak, és alul van egy pici piros LED, az jelzi, hogy töltjük az aksinkat. Én ezt most kiveszem, és el is alszik. Ennyit lehet röviden tudni ezekről a készülékekről, tehát itt egymás mellett a fehér a kapcsolós, illetve hát a kézi kapcsolós, a fekete pedig az automata készülék. Nézzük meg akkor, hogy milyen gőze van ezeknek. Megtöltöttük a kis patronunkat, vártunk vele pár percet. Nézzük meg akkor, hogy hogy kell használni és mit kell róla tudni. Ezeket a készülékeket, amelyek nem kézi kapcsolóval, hanem egy vákumkapcsolóval működnek, ezeket arra figyeljünk, hogy itt oldalt van egy kis luk rajta, ezt ne fogjuk be, itt fog a levegő áramolni, illetve hosszú-lassú slukokkal használjuk, valahogy így. Teljesen jó kis készülék a gőzét tekintve. Közben látjuk, hogy a végén a LED, amikor szívjuk és bekapcsol a vákumkapcsoló, akkor világít. Ilyen a vákumkapcsolós. A másik készüléket csak úgy mutatom be, hogy kicserélem a patronokat, tehát ezek kompatibilisek így egymással. Ráhúzom, és ahogy az előbb mondtam, megnézem, be van-e kapcsolva a zsebzár. Nem volt bekapcsolva. Tökéletes. Ugye itt visszajelző fényünk már nincsen, mert hiszen kézzel nyomjuk, ott látjuk. Nekem jobban tetszik ez a verzió. Amit érdemes róla tudni, hogy amikor merül az aksi, akkor ez, vagy a végén található LED felvillan párszor, és kikapcsol a készülék. A készüléket, mint mondtam, lehet ezzel a töltővel tölteni ilyenkor. Beleejtjük, rácsukjuk, kész. Akár így is hordhatjuk, és akkor folyamatosan töltjük, amíg,
amíg nincsen a kezünkben. A karbantartása. Szívjuk, fújjuk, szívjuk, fújjuk. Ennél a manuális kapcsolósnál próbáljuk meg azt a technikát elsajátítani, hogy lassú slukkal szívjuk, és amikor már érezzük, hogy már nem nagyon tudjuk tovább szívni, akkor a gombot elengedjük, és még körülbelül egy másodpercig szívjuk. Ezzel tudjuk elkerülni azt, hogy a levegőcsőben a kondensz kicsapódjon, és utána a következő szívásnál szörcsögjön, vagy a szánkba jusson ez a kesernyés kondensz. Tehát megnyomjuk, és mikor már majdnem végeztünk a slukkolással, elengedjük, és még egy másodperc valahogy így. Nem nehéz megszokni, egyébként könnyen rááll az embernek az ujja, és hamar megjegyzi, és rááll a keze a dologra egyébként. Értékeljük a kiskütyűinket. Először a két cigit. Hangsúlyozom, az én véleményem, és nem a 80-100 ezer forintos modokkal fogom összehasonlítani, hanem az árkategóriájával. Tehát aki egy ilyen készüléket keres, a hasonló ugyanilyen készülékekkel összevetve, jobb-e vagy rosszabb, miben másabb. A készülék nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy megszokás. Én is az automatával kezdtem annó, amikor még ilyen, még szóba se került ilyen, hanem integrált patronokat tekergettünk rá. Azért kezdtem az automatával, mert hagyományos cigarettához voltam szokva, és ez a gomb nekem olyan fura volt. Megszokja az ember a gombot, higgyétek el, sokkal egyszerűbb a használata szerintem. Hogyha a terméket nézem magát, akkor a működését tekintve tetszetős a csatlakozója. Mármint, hogy pass-through üzemmódban is tudjuk használni, akár töltés közben, ha lemerült. Tetszik az, hogy könnyen karbantartható, könnyen cserélhető a kazán, nem igazán szükséges hozzá óriási nagy kézügyesség. Aki egy ilyen kis pöcörőt ki tud venni onnan, és két menetet szét tud tekerni, az meg fog tudni ezzel birkózni. Azt szem előtt kell tartani, hogy nem örök életű a készülék sem, tehát pár száz töltés után egyszerűen elfárad az aksi, illetve a kazán sem, azt cserélni kell. A webshopban pár száz forintért lehet azokat a kis középső kazán részeket venni, amiket ki lehet cserélni, vagy lehet akár ezt a részt is, ezt a plexi részt is a dripnek mondanám, de ez igazából nem az, ez a kis tankos szívó részét, ami ugye beszéltük, olyan 0,7-0,8 milliliter fér bele, úgyhogy egy ilyen kis fiolában nyugodtan lehet magunkkal vinni plusz likvidet, hogyha elfogyna. Ahhoz képest, hogy ilyen kis tar, az ízeket meglepően kellemesen hozza. A gőze az inkább langyosnak mondanám. Közelebb van a hideg és a langyoshoz, mint a meleghez. Nagyon analógus az érzés. A gőzmennyisége semmi gond nincsen. Az a nagy büdös helyzet, semmi gond nincsen. Nézem, hogy mennyi likvid fogyott. Mondjuk hozzáteszem, első töltése volt a kazánnak, tehát ilyenkor az üvegszál is rendesen megszívja magát a likvidünkkel. Arra figyeljünk oda még, hogyha ilyennel közlekedünk, és mondjuk a zsebünkben tároljuk,
hogy amikor ilyen hideg van kint, jönnek a hidegek, a mínuszok, és ezt a zsebünkben tárolva akarjuk, vagy zsebünkből elővesszük és használnánk, hirtelen, hogyha megszívjuk, azt érezzük, hogy hoppá, éget íze van. Miért? És akkor nézzük a folyadékot, folyadék van benne, de nem mozog. Igen, mert az a folyadék, ami benne van, a hideg hatására sűrűbb lesz. Nehezebben mozog, ilyenkor egy picit kézben melegítsük meg, vagy ha visszamegyünk egy olyan helyre, vagy a kabát belső zsebébe, tehát ne az legyen, hogy egy átfagyott készülékkel próbálunk elcigizni, mert nem fog túl jó eredményre vezetni. Baráti kis darab. Tehát akkor elmondtam ennek, hogy mi tetszik, mi az, ami nem tetszik. Leraktam az asztalra, és a készüléknek a, de csak az egyik készüléknek, a felső szípka része, az ugye fixen a fémbe bele van ütve. Az egyik az így egyben van, és nem is mozog benne, viszont ferde volt. Nem tudom, hogy miért. Mi nem tetszik még? Igazából ezeknél a készülékeknél ennyi az elvárás. Fixen működjön, üzembiztosan működjön, hogy aki átállt a hagyományos cigarettáról, az tudja minden körülmények között használni. Tehát ennyit tudtam felsorolni. Ez valami gyártási hiba lehetséges következményeként az egyik csutora az egy picit ferde volt. Térjünk át a Kissboxra. Mint egy nagy öngyújtó, nagy zippó öngyújtó. A kapacitásával semmi problémánk nincs, tehát akár több napig is tudnánk róla tölteni a készüléket. A használat az pofon egyszerű, tehát ez a beejtem, becsukom, világít a led, zsebre rakom, és ha nem használom a cigarettámat, közben töltöm, ez zseniális megoldás, utána csak kiveszem, és szívhatom a készüléket. Azzal az akkumulátor kapacitással, amit az rendelkezik, napokig tudjuk gyakorlatilag tölteni. Vagy ha nem napokig, akkor folyamatosan, amikor belerakjuk a cigarettánkat, automatikusan tölti. Minden esetre több napig bírjuk vele tölteni. Megjegyzem, ugye ez nem azoknak van, akik láncdohányoznak, hanem egyszerűen csak ez a mozdulat hiányzik, vagy a cigarettáról úgy akarnak leszokni, hogy nem egy, eltűnt, mindegy, előveszek egy ilyet, hogy nem egy ekkora készüléket használnak, nem akarnak feltűnést, csak lát, ilyen kis pótcselekvést akarnak, és egy kis ízes likvidet juttatni a szervezetükbe. Mindent egybevetve, szerintem a kezdő dohányzásról leszokóknak, hölgyeknek, akik napi 5-6 szál ilyen kis nagyon vékony cigarettát szívtak, merem ajánlani, tökéletes választás, a munkahelyükre beviszik mondjuk ezt, külön lehet megvenni, csak azért mondom, otthon töltik ezzel, és le van fedve az egész napjuk vele. Egy kis üvegcsében, fiolában, ilyen kis töltőtűs fiolában visznek magukkal folyadékot, és akkor gyakorlatilag öröm és boldogság van. Meg gőz. Ennyi. Nekem ez a tetszett kategória volt. Remélem tudtam segíteni a videóval nektek a döntésben. Sziasztok!